hiába vállalt a szerződésben a tankerület, mégsem tud évi 200 milliót a budaörsi iskolákra költeni. Annak ellenére sem, hogy ennek a tízszeresét veszi el az állam a településtől szolidaritási hozzájárulás címen. Zenei estek, kiadványok, előadások, az Örmény önkormányzat munkájáról kérdezzük a Nemzetiségi Testület vezetőjét. És földnapja Kamarerdőn, szemétszedéssel meg gyerekprogramokkal próbálták megszólítani a családokat. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Jó estét kívánok! Sajnos bejött, amitől Budaörs tartott. Nem, hogy elegendő pénz nincs, gyakorlatilag semmi sincs az iskolák karbantartására. A sulik állami elvételét ellenezte a város, de mivel kötelező volt, átadta. Kötöz viszont egy szerződést, amiben az állami intézmény fenntartó vállalta, hogy éves szinten 200 millió forintot költ a sulikra, nagyjából annyit, mint amennyit korábban Budaörs. Most viszont kiderült, hogy nincs ennyi pénze. Annak ellenére sem, hogy ennek az összegnek a tízszeresét veszi el az állam Budaörstől szolidaritási hozzájárulás címen. Erről a térségi polgármesterek találkozóján volt szó, amit most először tartottak Budaörsön, és amin most először vett részt Wittinkoff Tamás budaörs polgármestere. A tanácskozáson szó volt még egyébként egy ugyancsak az állam által kötelezően bevezetendő informatikai rendszerről is, amiről nem csak Budaörs, hanem több fideszes irányítású településvezető is azt mondta, hogy jelentős visszalépés a már használthoz képest. Budaörsön tartották legutóbbi egyeztető fórumokat Pest megye 2. szám országgyűlési egyéni választókerületének településvezetői. A többnyire zárt körű megbeszélést Csenger Zalán Zsolt, a választókerület országgyűlési képviselője vezette. Ezek a úgynevezett polgármesteri reggelik, vagy összejövetek, már hagyományosak ebben a ciklusban. Kezdtük ezt, amikor egy nagyobb választókerület lett, hiszen 17 település tartozik ehhez a közösséghez, és a polgármesterek nyugodtan mondhatom most már nagy megelégedéssel jönnek el ezekre a két havonta tartott megbeszélésekre, hiszen itt teljesen kötetlenül meg tudjuk beszélni azokat a kérdéseket, amelyek őket érintik, ezen keresztül értelemszerűen a itt élőket, az itt élő közel 100 000 polgárt. Ilyen jellegű egyeztető fórumnak Budaörs most először adott helyet, és a település vezetője Wittinkoff Tamás is most először volt jelen a megbeszélésen. Igaz, most is csak az elején, a beszélgetés nagyobb részében Kálóczi Imre alpolgármester képviselte a városi érdekeit. Mindig más, tehát mindig aktuális kérdések. Szoktam hozni javaslatokat, most is tettem ilyet. ASP rendszer például, ez egy ügyviteli rendszer az önkormányzatok részére, egy központi könyvelési ügyviteli rendszer, és nyilván egy ilyen új rendszernek a bevezetése óhatatlanul is problémákkal jár. Meg kell mondanom, például a mai megbeszélés alapján úgy látom, hogy ezek a problémák talán kicsi nagyobbak annál, mint amit az ember elfogadhatónak tart, meg akár egy új rendszernél, és ezt mindenképpen nyilván ezt meg kell néznünk, hogy mit lehet ebben az ügyben tenni, illetve mi várható a közeljövőben. Mint kiderült, a központilag előírt informatikai rendszer ellen több település is tiltakozott, mivel a saját elmondásuk szerint a bevezetése jelentős visszalépést jelentene a jelenleg működő rendszerekhez képest. Van egy ASP rendszer, ami egy központi kormányzati informatikai rendszer. Minden önkormányzatnak úgy tűnik, hogy kötelező csatlakoznia hozzá. Mi nagyon régóta azt mondjuk, hogy nagyon félünk ettől a rendszertől, mert nem hallunk jókat. Mi azt gondoljuk, hogy Budaörsön egyedülálló informatikai megoldások vannak a közigazgatásban, amiket mi vásároltunk, mi fejlesztettünk, működik a rendszer. Most idehoznak egy idegen rendszert, nem biztos, hogy jobb lesz, sőt, félünk attól, hogy rosszabb lesz, mint amit mi megcsináltunk magunknak. És ugye teljesen jogosan szokták azt mondani, hogy de hát honnan tudjuk, amikor ki se próbáltuk. Azért itt most több polgármester is elmondta azt, hogy náluk ez bevezetésre került, vagy most van bevezetés alatt, és óriási technológiai visszalépést jelent a náluk
korábban használt rendszerekhez képest. Tehát akkor például, amikor felmerül a kérdés, hogy Budaörs miért nem pályázott az ASP bevezetésére néhány millió forintért, akkor teljesen jó szívvel tudjuk azt mondani, hogy többek között azért, mert tényleg nem akarunk hozzá csatlakozni, és mi keressük azt a jogi megoldást, hogy lehet egy olyan interfész megoldással megtartani a saját rendszereinket, ugyanakkor a központi informatikai rendszer pedig ki tudja nyerni minden olyan adatát ennek a rendszernek, amire szüksége van, és ha egyetlen egy szalmaszál még nyitva van, hogy ilyen megoldás is működhet, addig mi nem szeretnénk önkéntesen behajtani a fejünket ebbe az igába. Egy másik probléma, amelyet Wittinkoff Tamás vetett még fel a fórum elején, az oktatási intézmények működtetésének a kérdése. Erre Csenger Zalán Zsolt a következőket mondta. Általában úgy tűnik, hogy működik a történet. Valóban Budaörs egy ilyen speciális helyzetben van, hiszen a szerződése is van arra, hogy évi 200 millió forint a klik mindenképpen a karbantartáshoz hozzájárul, illetve azt végzi. Úgy tűnik, legalábbis a polgármester úr elmondása szerint, hogy a klik úgy nyilatkozott, hogy ebben az évben nem látnak erre forrást, utána kell nézni, értelmszerűen megnézzük, hogy valóban így van-e. Amiről én az elején beszéltem, és amiben egyébként benne egyetértés is volt utána, az arról szól, hogy a kliknek átadott intézmény fenntartás ugye kényszer kötelező volt, tehát nem át szerettük volna adni, hanem kötelező jelleggel át kellett adni az intézményeket. Abban mi azért rögzítettük azt, hogy a fenntartás és a felújítási munkák, amiket megszoktak az intézmények minden évben kapni, nem azért, mert hogy ez egy kegy, hanem azért, mert az épületeket használják a gyerekek, meg az ott dolgozók. És hát mint minden intézményben, minden épületben az állagmegóvási munkákat el kell végezni. Az intézmények esetében, oktatásiaknál ez pedig nyáron aktuális. Ez a városi szinten durva 200 millió forintos tétel, viszont nem szerepel a kliknek a költségvetésében, és szomorúan mondta el a klik vezetője, hogy sajnos nem is tudja megoldani, miközben szerződéses kötelezettsége van. Én erre utaltam. Most ehhez képest azt mondani, hogy az az alapvető probléma, hogy több mint 2 milliárd forintot elvonnak az önkormányzattól törvénytelenül, emiatt egyébként perben vagyunk a magyar állammal. Ezt hozni fel válaszként az országgyűlési képviselő részéről arra vonatkozóan, hogy a fenntartási kötelezettségnek sem tesz eleget az állam, ez egy sajátságos dolog. Valóban én annak idején, és az egy egészen más ügy, azért mondom, hogy össze vannak itt a dolgok mosva, amikor ezt a úgynevezett szolidaritási hozzájárulást bevezették, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat pénzét egyszerűen ellopja az állam, mert hogy a saját bevételeinkből veszel 2,1 milliárdot, és abból nem jut 200 millió az intézmény működtetésére, azért lássuk, hogy milyen fölháborítóak ezek az arányok, akkor erre azt mondja az országgyűlési képviselőnk, nagyon szomorú vagyok ettől, hogy ő nem kapott meg adatokat. Fontos dolog az, hogy az információ csere meg legyen, hiszen én, mint országgyűlési képviselő, akkor tudok akár lobbizni a térségért, egyes településekért, hogyha az információk megvannak. Persze ez az egyes településtől is kellenek az információk, csak példaként, ha már itt vagyunk Budaörsön, máig nem sikerült megkapnom azt, hogy mennyibe került Budaörsnek az elmúlt x évben az iskola fenntartás, és ezek nélkül, a információk, számok nélkül mondjuk nehéz egy amúgy sem könnyű problémában segítséget nyújtani. Ezt Wittinkoff Tamás cáfolta a zárt körű fórum után. A tény az az, hogy amikor az első válasz levelében leírta, hogy neki adatokra van szükség, akkor világosan megpróbáltuk tételesen, jogi érveléssel, jegyzőúrral elmagyarázni, hogy itt nem arról van szó, hogy egy család hogyan osztja be a pénzét, hanem arról van szó, ha a család nem kapja meg a járandóságát, az törvénysértő. De ennek ellenére, ezzel együtt, hogy ezt elmagyaráztuk, hogy egy törvénysértő állapot megszüntetésében kérjük a segítséget, minden adatot elküldtünk. Tehát nem igaz az az állítás, hogy nem kapta meg az adatokat, többet kapott, meg jegyzőurat megkértem, hogy teljes körű tájékoztatást. Hatalmas paksamét, tehát 3-4 évre visszamenőleg az összes költségvetési tételt, az intézmény fenntartást, mindent, amit kell, megkapott, hozzáteszem,
az honlapra bárki fölmegy, hozzájuthat. Szóval ez mese habbal, hogy mi nem küldtünk el adatokat. Sajnálom, hogy megint ez lett a kicsengés a dolgoknak. Fontosabb és jobb lenne az együttműködés. Én hangsúlyoztam is, hogy az a különbség úgy tűnik Budaörs és a minket körülvevő világ között, hogy én annak idején, amikor a választások voltak, azt mondtam, hogy együttműködést szeretnék, és a Fidesz volt frakcióvezetője, az egyik alpolgármesteri széket megkapta, és remekül dolgozunk és működünk együtt. Igaz, hogy őt olyan kényszerhelyzetbe hozták, hogy ezek után ki kellett lépnie az őt korábban delegáló pártból. Hát erre nincs mit mondani. Úgy tűnik Magyarországon nagyon nehéz azt, amit egy modern, demokratikus, többpártrendszerű, hát ha úgy tetszik, most már ezek is stigmák, nyugatos európai demokráciában természetes, Magyarországon meghonosítani. Az örmény önkormányzat elnöke Fancsali János van itt ma este. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Minden nemzetiségi önkormányzati elnököt meghívunk, de önt azért most hívtuk, mert hogy holnap lesz egy rendezvényük. Hollósi Kornélia Szalonja címmel a Művelődési Házban, Művelődési Központban 18 órai kezdett el. Mi az, amit itt bemutatnak? Hogyan kapcsolódik ez az örmény önkormányzathoz? Lényegében Hollósi Kornélia magyar örmény származású volt. Az édesapja és az ő maga neve is Korbuj volt még. 1530-ban a Kornélia születése után tértek át, mikor nemességet kaptak a bécsi udvartól, tértek át a Korbuból a Hollósira. Hollósi Kornélia vezető egyénisége volt a 19. századi magyar opera életnek. Az, ami érdekessé teszi ennek a szalonnak a felelevenítését, az az, hogy ugye a magyar örmény vonatkozásban, amikor a szabadságharcról beszélünk, Lázár Vilmos kísérnökiket ugye kivégeztek Aradnán, majd Szecs Jánosról szoktunk beszélni. Még megemlítenek egy pár tisztet, akik ugyancsak börtönben végezték, nem ölték meg, nem gyilkolták le őket. Ellenben mi történt utána? Hát az élet folyt azért, és rendkívül érdekes. Ezt a kérdést már nekem minap feltette valaki, hogy hát jó, most mi van ezzel az egész dologgal, hogy hát így csak egy példát mondok, 1153-ban bizony megtörtént, meghirdetett hangverseny, klasszikus zene hangverseny, alkalmával, hogy a rendőrség bejött és megszakította a hangversenyt a közepénél, miután már rég le volt cenzurázva a műsor, meg stb. Tehát nem játsztak egyebet, mint ami műsorra be volt hirdetve, és mégis. Most milyen lesz a műsor? Na most ez épp erről szól, hogy 1955-62-ig Hollósi Kornélia saját szalont tartott, először a Wenckheim házba, ez most már nem létezik, ez a Petőfi Irodalmi Múzeum, ha szembeállunk vele, a jobb oldalon levő utca van jelen pillanatban, ott laktak, férjével Lonovics Józseffel, ez 55-ben volt, 56-ban átköltöztek, a jelen pillanatban az Astoria van ott, abban az épületben, a második emeletén, ahol valóban azt lehetne mondani, hogy a magyar társadalom legszélesebb szegmenseiből, politikustól, orvosokig, muzsikusok persze, költők, írók. De nem csak örmények. Nem csak örmények. Az egész társadalom, hogy hívják, magyar társadalom, és ami a megdöbbentő számomra, még egyszer utána mentem ennek a listának, mert eléggé rendesen fel van térképezve. Olyanok, akik a szabadságházban részt véve börtönbe kerültek, vagy besorozták az osztrák hadseregbe, és ahogy kijöttek, ők már ott voltak. Uh-huh. Na most... Ez ugye azért is érdekes, mert hogy Örményországnak, keresem a pontos számot, 150 országgal van diplomáciai kapcsolata, de Magyarországgal nincs. Ad abszurdum, előfordulhat most is, hogy egy rendezvényt pont ezért félbeszakítanak? Egyáltalán milyen a magyar-örmény viszony? Kizártnak tartom, ennek nincs semmi összefüggése. Lényegében Örményország nagyon odafigyel a diaszporára. Külön diaszpora minisztere van egy hölgy. Mi relatíve kapcsolatban vagyunk velük, az ellenben nagyon érdekes volt, amit a legutóbbi egyik Erdélyben élő magyar örmény delegáció hallott éppen a diaszpora minisztertől, mégpedig azt, hogy az erdélyi magyar örmény diaszpora jelen pillanatban a legrégebbi örmény diaszpora a világon. Tehát nagyon tudnak rólunk,
biztos, hogy egészen más okok vannak amögött, hogy elfelejtettek volna minket. Ezek lehetnek aktuál politikai vagy mondjuk stratégiai politikai indokok. Valószínű, hogy ez a dolog is meg fog oldódni, mi türelemmel várjuk, nem presszionáljuk sem pozitív irányban, mert nincs is módunk rá, meg nem is ez a célunk, nem ez a feladatunk. Nem gondolom, hogy időnk van arra, hogy nagyon hosszan és nagyon részletesen megbeszéljük, de azért egy picit tegyük helyre. Örményország ugye egy kis hegyvidéki ország, egy ázsiai ország, Grúzia, Azerbajdzsán, Törökország határolja. Hogyan kerültek Magyarországra az örmények, és mikor? 1300-ban már régen itt voltak. Pontosabban Esztergomba 1200-as évek közepén, még a tatárdulás előtt már egy örmény, mondjuk azt rész volt, nem csak egy utca. A másik érdekes nyom az a Szeben melletti Talmács község, ahol egyesek szerint, dokumentumok szerint püspökségük is volt. Tehát az 1100-as évek után elmenekült különböző népek támadásai miatt ugye feladták az országokat, ami nem a mostani. Jóformán a Fekete-tenger déli részének a keleti fele volt a korábbi Örményország, plusz még volt a Kilikiai királyság is. Hát ezeket ugye a törökök lerendezték az első világháború alkalmával, a genocidium 1,5 millió embert öltek meg, és így hát relatíve tisztán kapták meg most már a Törökországot, de közben ott vannak a kurdok, akiket ők felhasználtak, a törökök az első világháború alatt, éppen az örmények ellen. Most pedig ott van ugye egy 10 milliós, nem tudom minek nevezzük, nemzetiség vagy nép, ami összehetve van osztva a különböző közép-ázsiai országok között, és hát csak a jövő tudja megmondani, hogy ennek mi lesz a vége. Budapesten néhány tucatnyian vannak örmények, 60-70-en regisztráltak a 2014-es névjegyzékbe, és ezeknek jó része el is ment egyébként szavazni, hogy ismét legyen örmény önkormányzat. Egyébként 98 óta van örmény önkormányzat Budapesten, tehát már vannak hagyományaik. Igen. Az egyik hagyomány az mindenképpen, hogy ilyen zenés esteket tartanak. Ugye beszéltünk a holnapi rendezvényről, ami egy szalon lesz, azt még nem kérdeztem meg, hogy ez mitől lesz szalon, tehát ez nem egy egyszerű hangverseny lesz, ahol leül a néző és végighallgathat valamilyen zenei estet, ez ennél több lesz, mert hogy szalon. Igen. Egyfelől 1957 áprilisában, ez még aktuálisabb, mint gondolja, a születésnapja itt közel van a Holosi Kornéliának, és 1957-ben, tehát 30 éves korára a szalomban látogatók, vagy szimpatizánsok, akármilyen nevezik őket, összejöttek, hogy egy emlékalbumot írjanak. Benne Jóka Imor, Tompa, meg számtalan akkori, aki látogatta a szalont. Na most... De akkor ez azt is jelenti, hogy a szalon az annyival több, mint egy hangverseny, vagy mint egy előadás, hogy ott beszélgetés van. Ott riposztok vannak, esetleg tánc is van. Tánc tehát is egy, és most is lesz tánc. Igen, lesz tánc. Na most az tény, hogy a műsorban arra törekedtünk, hogy az elhangzó zeneművek, azok mind dedikáltak Holosi Kornélnek. Ez is mutatja azt, hogy mennyire elismert volt. Hát az első zenei szám az 4 dal, amit Egressy Béni meg Gróf Estetics Leó, az intendánsa a Magyar Operának akkoriban, dedikált neki, majd 2 tánc, 2 csárdás következik, bármennyire furcsa, mind a kettőt a szerző ugyancsak, még az is a neve Kornéliához, tehát ennyire egyértelmű, a másik pedig Holosi Kornéliának, tehát ezek annyira egyértelmű, még a címük is nem is dedikálásként jelenik, hanem effektív a címben megjelenik ez. Ő tehát egy múzsa volt gyakorlatilag. Persze, hát ugye egy első osztályú koloratúr szoprán énekes volt, Erkelnek a mondjuk az Lieblinge, mondjuk így, tehát a Bankbánban a Melindát ő mutatta be, és Erkel kivárta, amíg ő ezt felvállalta. Ez az egyik tánc, amit rendszeresen szervez az örmény önkormányzat, hogy ilyen különböző zenés esteket. A másik, hogy előadásokat is tartanak. A legutóbbit éppen április 5-én a Városi Könyvtárban ön tartotta Örmények Velencéje címmel. Igen. Igen, előtte napon Terézváros hívott meg engem ugyanezzel az előadással. Egy kb. Egy órányi vetített képes előadásról van szó. Volt olyan 2 évnyi munkánk vele, amíg összeszedtük már csak az anyagot, és mikor kimentünk Velencébe, már úgy mentünk, hogy tudtuk, hogy egyik épület hogy van tájolva, mikor lesz nap, hogy lehessen fotózni. Hát persze, hogy nem mindig jött össze,
az időjáráshoz független tőlünk, hogy, és akkor így kénytelenek voltunk még egyszer visszamenni. Én azt mondom, hogy olyan körülbelül 100 fotónk van, abból az előadásban 66-ot tettünk bele, mert ez egy órányi anyag, és a publikum ezt a nézőközönség ezt az egy órányi tartalmot még tolerálja, utána a fáradtság jelei jelennek meg. Igen, ez a határ. Tehát egyrészt előadások, hangversenyek, és akkor, amiről még nem beszéltünk, hogy kiadványokat is szerkesztenek és adnak ki rendszeresen. Több ilyen volt már. Így van. Körülbelül 21 könyvünk jelent meg. Azon kívül volt egy, azért mondom volt, mert az ott megszakadt, mert digitálisba átment, ott pedig elhunyt a szerver miatt, de most újraélesztjük a Magyar Örömény Kulturális Lapokat. Ez egy olyan periódika, amit alkalmanként, tehát nem kötötten, hogy mit tudom, harmadéve, negyedévente, hanem alkalmanként adtunk ki korábbi is. Nem tudom, mondjam, nem, ha akarja, kivágja. Nem vágunk semmit. Lászlófi Aladár, elhunyt volt Kossuth Díjas írónk, mondta nekem, hogy tudod, ez a legszínvonalasabb lapunk. Ugye több munka volt benne, ezért mondom, hogy nem minden havonta vagy negyed évente, hanem komolyabb tanulmányok voltak benne. Például a magyar örmények nyelvoktatásáról Erdélybe, tehát végigmentünk azon, hogy Szamos Hüvát Erzsébet, tehát az iskolákban kik pontosan melyik évben tanultak. Az örmény nyelv az ott volt abban a két gimnáziumban, addig, ameddig ugye az első világháború aztán megszakította teljesen a folyamatot. És most van olyan gimnázium, van olyan középiskola, ahol örmény nyelven lehet tanulni? Sajnos nincs. Szamos Hüvát kéne legyen, de hát a Szamos Hüvát most egy román gimnázium van, a volt örmény gimnázium helyett, és hát ott aztán abszolút ez témaként se merül fel. De nem is szeretnék, mert hogy én olvasom, Magyarországon különféle becsések vannak, de nagyjából olyan 3 és 10 000 fő közöttre teszik az örmény származások számát. De ők lehet, hogy már nem tartják az örmény származásukat? Én egy 6000-est mondanék, nem csak azért a közepén van. Na most ez a tartás vagy nem tartás a atyáknak, ez abból nem tartás, inkább abból fakad, hogy elképesztő diaszpora van. Tehát van, hogy olyan település, hogy 3-4 ember van. Nem egy család, két család. Ellenben az biztató, hogy felelevenedtek, most már nincs akadálya annak, hogy családi összejövetelek vannak. Ez azt jelenti, hogy évente általában nyaranta szoktak ilyeneket rendezni, pontos ugyanazon a dátumon, tehát nem sokat változtatnak rajta, amikor egy bizonyos családból például még Amerikából is eljönnek. És akkor is számot adnak, hogy na, mire mentünk ebbe az évbe. Tehát a családi kötelékek azért erősek. Ilyen Budaörsön is van? Nem. Mindenféle családból származók vannak. Ez valaki kéne kezdeményezze. Volt ötletem adott pillanatban, de hát a 24 órában nem fér több bele. De nehéz összetartani a budaörsi örmény közösséget? Nem. Én úgy vélem, hogy ugyanazon a hullámhosszon gondolkodunk, és hát gondolom, hogy ezért is kaptuk meg ezt a bizalmat megint, mert nem teljesítettünk rosszul és a közösség ellen, hogy így mondjam. Hát akkor további sok sikert kívánok a munkájukhoz, köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen a meghívást. Újrahasznosítható anyagokból készültek alkotások Kamaraerdőben a földnapi rendezvényen. A belépő egy csomag szemét volt, amit nem otthonról, a kukából kellett kiszedni, hanem gyűjteni kellett, vagyis mások által eldobált szemetet kellett szedniük a gyerekeknek és a szülőknek. De nem csak gyerekes családokat vártak a programra, hiszen szórakoztató programok és közös ebéd is szerepelt a kínálatban. A VTG jól ítélte meg a mai létszámot, 8 darab kesztyűt kaptunk a szemétszedéshez, úgyhogy... 8 párat, bocsánat. Igen, de úgy látom, akkor ez elég lesz. A következő haditervet javasolnám, 2 fős csapatokat érdemes készíteni, és egy-egy zsákkal a kezükben végigmegy egy-egy kiszemelt utcán mindenki. Azt javasolnám, hogy a hossz irányba menő, hosszú utcákat, mint Beregszászé, Kismartoni, Zombori,
mivel ott lent Kassai, Kolozsvári. Ezek ilyen kérdés, de ez már 5 utca, ha jól számolom. Bár reggel 9 órára viszonylag kevesen érkeztek a meghirdetett földnapi szemétszedésre, és a kesztyűkkel is mértékletesen kellett bánni, a csapat annál lelkesebb volt. Gyere, nem a te kezedbe, gyere. Kérte kesztyűt? Majdnem jó. Szuper. Köszönjük. Majdnem jó. Miután a legifjabb segítőre is felkerült a kesztyű, a csapat útnak is indult, igaz, a részönkormányzat elnöke által javasolt tematikától egy kicsit eltérően együttesen kezdték el a Kismartoni utca megtisztítását a buszforduló irányába. Szerencsére nem volt túlságosan sok a szemét, így komolyabb mennyiséggel már csak a 11. kerület határán kellett szembesülniük. Ez a szemétszedés, ez egy kicsit nehézkes dolog, mert hogy nem annyira gusztusos, meg vannak olyan anyagok is, ami nem gyerekeknek a kezébe való, és ezért nem ismerjük velük összeszedetni. Ezért kértük a BTG-t, hogy akkor segítsen nekünk ezeket a helyeket megtisztítani, de a gyerekeket továbbra is arra neveljük szüleikkel együtt, hogy akkor jöjjenek. Itt most volt egy kicsi félreértés, hogy 9-től vagy 10-től, meg honnan lesz a belépő egy kis zsák szemét a Bábszínház előadáshoz, az majd kiderül, de hogy újrahasznosított játékokat fognak készíteni kolléganőim itt a közösségi házban, az egészen biztos, és arra nagyon készülnek, úgyhogy biztos, hogy lesz itt élet. És nagyon jó kapcsolatunk van a közösségi ház vezetőjével, aki tényleg próbálja népszerűsíteni ezt a napot is, hogy tegyünk a földért, hogy tisztább és ápoltabb és egészségesebb legyen. Egyébként mi a tapasztalata? Sok-sok virágosítás, parkosítás, parkrendezés mennyire segíti azt, hogy ne olyan szemetes legyen, mint néhány évvel ezelőtt? Emlékszem, a hosszúréti patak mentén egészen durva dolgokat lehetett találni. Igen, a virágosítás az nagyon sokat segít, nagyon értékelik a lakók és örülnek neki. Iszonyú nagy a forgalom délutánonként, meg hétvégéken szép időben a patakparton. Nagyon sokat járnak oda a gyerekek, ott megy a beszélgetés, hogy akkor milyen ez az intézmény, milyen az az intézmény, ott beszélik meg a szülők, az éppen óvodába járó szülőkkel, hogy akkor milyen tapasztalataik vannak, és az, hogy szép, azt tudják értékelni, és tesznek is érte. Milyen területeken érdemes egyébként itt szemetet szedni, és hát melyek a legfertőzöttebb, legveszélyesebb részek Kamaraerdőn? A legfertőzöttebb szerintem a fennsík alatti részek, vagyis így a Beregszászi utca feletti Sirály utca részek, ahol elhagyatott telkek vannak, és hiába van sorompó, meg polgárőr bejárás, ennek ellenére, ha valaki letesz egy zsák szemetet, akkor ott megjelenik a többi is, és oda a veszélyes hulladékokat is tesznek le. Hát ezen kívül a környezet, vagy szemünket szúrja nyilván az, hogy nagyon sok cigarettacsik jelenik meg a buszmegállókban, annak ellenére, hogy ott sem szabadna cigarettázni, és innen nagyon sok gyerek megy iskolába, Budaörsre, és szeretnénk legalább egy évben egyszer rendbe tenni ezt a területet is. A szemétszedés mellett a Kamaraerdőért Érdekvédelmi Egyesület tagjai külön gondot fordítottak a néhány éve megújult buszforduló rendben tartására is. Gyomokat is szedünk, mégpedig azért, mert ezt a buszfordulót, végállomást a Kamaraerdőért Érdekvédelmi Egyesület örökbe fogadta, 3. éve csináljuk. Rendszeresen mi ültettük be, és 4. évente legalább kijövünk szemetet szedni, összesöprünk, kiszedjük a gazokat. Idén már ez megtörtént egyszer, és most a földnapján még egyszer megtesszük ezt. Ugyan a 11. kerülethez tartozik, tehát nem szorosan Budaörs, de mégis hát a Kamaraerdőiek használják leginkább a közlekedés szempontjából. A gyerek műsor kezdetéhez közeledve szép lassan megjelentek a kisebbek is, akik nejlon zacskójukba a Báb előadás belépőjéül szolgáló szemetet gyűjtötték szorgalmasan a Kamaraerdei utcákon. Kérne egy kis körtét? Nem szereted a körtét? Te szeretnél? Szagold meg először, jó lesz? 1 millió forint az ára. Van pénzed? Hát ez a baj, hogy otthon, akkor nem kapsz. Megpróbáltuk beépíteni úgy a programba, hogy a gyerekeket arra kértük, hogy az előadásra belépődi egy kis útközben szedett szemét, és hát a többi programok is e köré alakulnak.
A mai napon ugye az állatokat is óvjuk és védjük, lesz póni lovaglás a gyerekeknek, tündérkertet készítenek a felnőttek segítségével, illetve megérkezik hozzánk a zöld manó, és a föltündér, illetve Misi Mókus kalandjait tekinthetik meg a gyerekek ezen a napon. A kamaraerdei óvónők segítségével pedig újra hasznosítanak majd, PET palacból lovacskákat, játékokat készítenek. A báb előadásra szépen megtelt a nagy terem. Misi Mókus különös történetét az Óperenciás Bábszínház hozta el kamaraerdőre. Neve? Misi Mókus. Misi Mókus. Igen, lakik. Tölfa utca 12. Tölfa utca 12. Volt-e valamilyen betegsége? Hát szegénykémnek csak dió bele volt, heben dió bele. Már azt hittem, hogy rendben, szóval enyhe. Enyhe. Jó, enyhe dió bér. Az Óperenciás, illetve a Miamanó Társulat nagyon régóta, most már jó 15 éve foglalkozik gyermekekkel, gyermekdarabokkal. Természetesen nem csak Misi Mókus van a repertoáron, Hófehérkétől Vizipókig, bábos, illetve báb nélküli előadásaink is vannak. Rendkívül fontosnak tartjuk, illetve a vezetők már az elején rendkívül fontosnak tartották, hogy a gyerekeket mindenképpen próbálják meg belevonni a mesének a világába. Értjük ez alatt, hogy természetesen akár bábok vannak, akár óriás bábok, akár csak úgymond élő szereplős mesék, mindenképpen figyelmet fordítunk arra, hogy a gyerekekkel az interakcióra, tehát a közös játékra mindenképpen idő jusson. Ez tulajdonképpen minden mesében ennek megvan a helye és az ideje, szinte úgymond kijelölt helye és ideje, bár nyilván ez a gyerekeknek, a gyerekszereplőknek és gyereknézőknek természetesen úgymond ad-hoc jellegűnek tűnik, de ez rendkívül fontos, mert úgy érzezzük, hogy ez egyben fejlesztés is. Tehát nem csak szórakoztatás, hanem egyben egy fejlesztés, majd akár például az iskolára vonatkozóan is. Tehát például a tartalommondás, mennyire tudnak odafigyelni egy történet lényegére, például egy vázat, egy történetvázat, történetmeséléskor milyen gyorsan tudnak felfűzni. Erre nagyon sok jó példát láthatunk a mai előadás folyamán. Kapcsolódik ez egyébként most a földbikjához, hiszen erdőbe látogatunk, hogyha a történetnek a hátterét nézzük. Igen, tulajdonképpen valószínű, sőt biztos, hogy a választás nem véletlen volt. Misi felfedezett a földön, a vízen és az égben nagyon sok értéket, nagyon sok teremtményt, és ott barátokat is talált. Reméljük, hogy ennek az üzenete is eljutott a gyerekekhez. Az előadást követően kézműves foglalkozás várta a gyerekeket. A földnapi alkalmából elsősorban újra hasznosítható szemétből, PET palackokból készültek játékok. Az jó, ha nem a szemetet nem hagyjuk ott és átlépjük, hanem fölvesszük. És mit fogsz belőle készíteni? Mit fogsz? Egy lovacskát. Itt azt ismerhetik meg a gyerekek, hogy a hulladékból is lehet játék, és lehet értelmesen fölhasználni. Ezen kívül ugye megelőzi azt, hogy hogyan kell a hulladékokat gyűjteni. Megtanultuk, hogy a palackokból kitapossuk a levegőt, így több fér bele a kukákba, de amíg nem fogjuk kidobni, addig fölhasználjuk, és egy jó játék lesz. És többfajta játékunk van, és nagyon élvezik a gyerekek. Némelyike nagyon fejlesztő, tehát vannak ilyen kupakelkapók, amik mindenféle szemkéz koordinációt fejlesztenek, és az ügyességüket, meg a türelmüket is. Míg a gyerekek a játékaikat készítették, az alatt már főtt a vendégmarasztaló paprikás krumpli is a vendéglátók jóvoltából. Ebből aztán mindenkinek jutott a jól végzett munka jutalmául. Nagy meccs volt a szószoros értelmében a szombati Budaörs-Érd női bajnoki kézilabda mérkőzés. Akik nem látták az élő közvetítésünket, megnézhetik nem sokára. A Városi Magazin után ugyanis megismételjük a közvetítést. Azonban előtte még tekintsék meg a következő pár napban választható helyi programokat. Ülésezik a Budaörsi Képviselőtestület szerdán délelőtt. A tanácskozást figyelemmel kísérhetik a helyszínen, a Városháza második emeleti tanácstermében, vagy a Budaörsi TV élő közvetítésén keresztül is.
A Barátom Gombocska és a Mágikus Levelek története című mesejáték kap helyet az Ifjúsági Klub színpadán szerdán 10 órától. Majd 14 órától az idősebb korosztálynak nyújt érdekes kikapcsolódást a Magyar Állapotok című verses önérzet egy felvonásban, szintén az Ifi Klubban. Választhatják a Gomba alatt című gyerekeknek szóló bábjátékot is a Szamárfül projekt előadásában a Fantasmagória könyvesboltban szerdán este 6 órai kezdettel. És végül, de nem utolsó sorban a Jókai Napok elnevezésű rendezvénysorozat keretében ingyenesen vehetnek részt a Flashback Jazz koncerten szerdán este 7 órától a Művelődési Központban. A Jókai Napok teljes programját a jmmk.eu oldalon találják. Végül mutatjuk elérhetőségeinket, de el is mondom, telefonszámunk 611-522, e-mail címünk bvtv@bvtv.hu, honlapunk pedig a bvtv.hu, ezeken tudnak bennünket elérni, műsorainkról tájékozódni. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, várom önöket szerdán, és viszontlátásra!